Jó napot kívánok! Rövid hírmagazinunkat látják. Tartsanak velünk ma is nézőink! Szeptember 1-jével kezdetét vette a 2017-2018-as tanév. Pénteken a város oktatási intézményeiben is sor került az ünnepélyes tanévnyitókra. A több mint két hónapos nyári vakáció után most ismét becsengettek az iskolákba. Szeptember 1-én kezdetét vette a 2017-2018-as tanév. A város legtöbb oktatási intézménye az első tanítási napon tartotta meg tanévnyitó ünnepségét is. A Celldömölki Városi Általános Iskola diákjai és tanári kara a Széchenyi utcai épület udvarán gyülekezett péntek reggel az ünnepségre. Miután a megszeppent elsősöket is bekísérték osztályfőnökeik az eseményre, Majtényi László, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a megjelenteket. Látjuk, hogy sok gyerek arcán ott az öröm, a mosoly, néhány gyerek arcán ott az aggódás, ahogy a kis elsősök bevonulását végignéztem. Szeretnélek benneteket megnyugtatni itt az első sorban a padon ülve, hogy egy nagyon jó közösségbe, egy nagyon jó iskolába kerültetek. Nincs mitől félnetek, és nagyon sok élményben lesz részletek ebben a tanévben. Ahogy a megyei elnök is kiemelte, a Celldömölki Városi Általános Iskola a járás legnagyobb létszámú alapfokú oktatási intézménye, így zavartalan működéséhez és a sikeres tanévhez közös munkára lesz szükség. A köszöntő után a második osztályosok invitálták verssel és tánccal iskolába diáktársaikat. Egy feladatot van itt, egy feladatot, hogy velünk jóba légy, hogy érezd magad. Később a Sárvári Tankerületi Központ képviseletében Bertalan Tíme a gazdasági vezető tett bejelentést, miszerint egy nyertes pályázatnak köszönhetően a városi iskola 225 millió forint támogatásban részesül, melyből a jövőben felújításra kerülnek majd a természettudományos szaktantermek, bővül az informatikai eszközpark, új nyelvi labor kerül kialakításra, megtörténik a parkosítás, napelemek felszerelése, valamint számos bútor, tan és sporteszköz kerül beszerzésre, továbbá egy életmentő készülék is az iskola tulajdonát képezi a közeljövőben. A bejelentés után ismét az elsősöké volt a főszerep, akik verssel üdvözölték új iskolájukat, majd Danka Adél, az intézmény vezetője tartott beszédet. Az iskola újra megteli a gyerekek kedves zsibogásával. Az a kérése, bízzanak bennünk, tanítókban, tanárokban. Jó döntés volt, hogy ránk bízták gyermekeiket. Erre a legjobb garancia a gyermek szerető, kreatív, keményen és áldozatosan dolgozni tudó és akaró hatáskörökünk. Az intézmény vezető megjegyezte, reméli minden diáknak sikerült kipihennie magát a nyáron, hiszen a tanév új kihívásokat állít majd eléjük, melyek leküzdéséhez mindenki közös, aktív és szorgalmas munkájára szükség lesz. A köszöntő után az igazgató hivatalosan is megnyitotta az új tanévet. Ugyanebben az időpontban az alsósági tagiskolában is megtartották az ünnepélyes tanévnyitót. A tornacsarnok hamar megtelt a vakációról visszatérő gyermekek zsivajával, az intézmény 157 tanulóval kezdte meg az új tanévet. Őket a városvezetés nevében Söptei Józsefné alpolgármester köszöntötte. Biztos vagyok abban is, hogy a tudásszomj nem csökken, sőt erősödik a tanév kezdetén, hiszen újabb feladatok várnak diákra és pedagógusra egyaránt. Rövid idő múlva megszólal a 2017-2018-as tanév kezdetét jelző csengőszó. Várakozással tekint minden diák, tanító és tanár, szülő és nagyszülő az előttünk lévő hónapokra. A legnemesebb feladatra vállalkoznak azok, akik a gyermekeket, a fiatalokat tudásra, jóságra tanítják, miközben saját tudásukat és jóságukat osztják meg velük, és a mindennapokban példaként állnak előttük. A tagintézmény vezetője Szabóné Kis Ildikó is köszöntötte az egybegyűlt diákokat és pedagógus kollégákat. Mint elmondta, a nyár során sem pihent az intézmény, a diákoknak számos tábor lehetőséget kínált az elmúlt hónapokban a tagiskola. Most viszont egy újabb tanév és sok új kihívás következik. Kedves első osztályosok! Nagyon örülök neki, hiszen régen nem ült már ennyi első osztályos kispadon. Még tegnap előtt is iratkozott be hozzánk tanuló, összesen 23-an vagytok. Sári néni arcán látom az elgondolkodást, de meg fog birkózni a feladattal, rajtatok pedig a várakozást. Egész biztos nagyon készültetek a mai napra.
Gyönyörű iskolatáskákat láttam, tanszereket. Bizonyára alig várjátok, hogy már a többieknek is megmutathassátok. Hiszen, hogy gyorsan megszokjátok az iskolás életet, s vidáman fogtok minden nap belépni ebbe az épületbe. De nem csak az iskola köszöntötte az elsősöket, a kisdiákok is készültek műsorral a tanárok és a diáktársak számára. Az iskola kezdő gyermekek verscsokorral tették színesebbé az ünnepséget. Az eseményen beszédet tartott még Bejci Károly, az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, aki elmondta, a tavalyi sikeres kísérleti év után idén is folytatódik a zeneoktatás a tagiskolában, sőt, szeptembertől egy önálló, összevont szolfés évfolyamot is indít a zeneiskola. A bejelentéseket követően véget ért az ünnepség, és hivatalosan is kezdetét vette a 2017-2018-as tanév. Mentem kellő nappal szembe, mesebeli kislegény, a dél korai győszemei szikráztak a kertgyepén. Mentem a vasútállomásra, várt a vonat az iskola, még nem tudta, e vándor úrnak vége nem lesz talán soha. A dombtetőről visszanéztem, a szél átfújta a ingemet, és láttam, hogy anyám a kapuban áll, s kendőjével integet. Épületavatóval nyitotta a tanévet a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola. Augusztus 31-én dr. Székely János megyés püspök hivatalosan is megáldotta és átadta az intézmény koptik úti épületét. Szeptember 1-ével új tanév indult a város oktatási intézményeinek életében is. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola a nyári szünet utolsó napján, augusztus 31-én tartotta meg tanévnyitó ünnepségét. Az esemény rendhagyó módon új helyszínen került lebonyolításra, a tavaly augusztusi alapkőletétel után ugyanis végre átadásra és megáldásra került a Szent Benedek Iskola új Koptikodó utcai épülete. Ez alkalomból tehát az évnyitó ünnepségre is itt gyülekeztek a vakációról visszatért tanárok és diákok. Az eseményt az általános iskolai tanulmányaikat kezdő elsősök verscsokra nyitotta, olyan klasszikusokkal, mint a Legyen öröm a tanulás és az iskolás leszek. Később tanárok, diákok és szülők közös énekes előadása színesítette az ünnepséget, majd a köszöntők sora következett. A Martinus Projekt Iroda ügyvezetője, Varga Dezső elsősorban a több száz millió forintos beruházást üdvözölte, melynek köszönhetően az új tanévet az első és második osztályosok már az intézmény új telephelyén kezdhetik meg. Ahogy Varga Dezső is megjegyezte, a bővítésre elsősorban a növekvő tanuló létszám miatt került sor. Kiemelte továbbá a beruházás megvalósításáért végzett aktív munkáját dr. Veres András volt egyházmegyei püspöknek, illetve Császár István egyházmegyei kormányzónak. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola az Emberi Erőforrások Minisztériumától 26 millió forint támogatást kapott a projekt megvalósításához, valamint további 30 millió forintot egy Szent Márton emlékhely kialakítására. A fennmaradó költségeket, több mint 200 millió forintot az építkezés első két ütemének lebonyolításához az egyházmegye saját forrásból finanszírozta. Varga Dezső után Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár mondott köszöntőt, akinek kezdeményezésére a Szent Márton emlékhely megvalósult, Rácz Gábor iparművész tűzzománc alkotásában öltött testet. Az államtitkár hangsúlyozta, a kormány örömmel támogatta az eddigi beruházásokat közel 57 millió forinttal, és ugyanilyen örömmel finanszírozza a projekt harmadik ütemét 500 millió forintos támogatással, melyel elkészülhet a Szent Benedek iskola új tornacsarnoka is. Dr. Székely János megyés püspök is köszöntötte a jelenlévőket, kitérve az egyháziskola legfontosabb feladatára, hogy keresztény szellemiségben boldog embereket neveljen. Egy egyházi iskola az erre vállalkozik. Megtanít az élet tengerén hajózni, megtanítja azt, hogy ez a világ szeretetből lett, arra születtünk, hogy szeressünk, hogy az életünket odaadjuk, hogy egy gyermek mennyire lesz boldog, az elsősorban ezen múlik, hogy megtanul-e nagylelkűen, önzetlenül élni, tudja-e majd szeretni nagylelkűen a házastársát, tud-e majd bátran igent mondani az élet titkára, a gyermek áldásra. Ezek között a falak között az élet nagy titkairól is szó fog esni.
Végül az intézmény vezetője, Cupor Attila köszönte meg név szerint mindenki munkáját, aki közreműködött az iskola felépítésében, majd köszöntötte az ünnepségen egybegyűlteket is, pedagógusokat, szülőket, a visszatérő és az első évüket kezdő diákokat. Kedves első osztályosok! A tanévnyitó hagyományához hozzátartozik, hogy külön megszólítalak titeket. Talán még nagyszülőként is emlékezni fogtok, hogy számotokra egy új iskola épült. Látjátok, így lett. Talán a nagyobb diáktársaitok kicsit irigykednek is, hogy ők már nem járhatnak ide, esetleg osztályismétléssel még elérhetik, de erre nem buzdítok senkit. Becsüljétek meg, vigyázzatok új iskolátokra, és mindig legyetek hálásak a szüleiteknek, hogy a keresztény nevelést választották. Szeressétek tanítóitokat, mert ők már nagyon vártak bennetek, és szeressétek egymást is, legyetek jó közösségé. Isten hozott titeket a Szent Benedek iskola nagy családjával. Az ünnepség befejezéseként az igazgató hivatalosan is megnyitotta a 2017-2018-as tanévet. Evangelizációs napot tartott az Alsósági Evangélikus Egyházközség. Az 500 éves reformáció jegyében meghirdetett ünnepélyes igehirdetésre szombat délelőtt került sor a Sági Evangélikus templomban. Szeptember 2-ára evangelizációs napot hirdetett az Alsósági Evangélikus Gyülekezet. A közösségépítő lelki napnak hagyománya van már a közösségben, évente megrendezésre kerül egy-egy tudományos előadással kiegészítve. Az idei prezentáció meghívott előadója dr. Szemerei János, a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke volt. A püspök tudományos munkásságát Kerekes Csaba lelkész mutatta be a megjelenteknek, aki beszámolt még az evangelizációs nap céljáról, valamint az eddigi előadások témájáról is. 500 éves a reformáció, ehhez kapcsolódóan az Evangélikus Egyház 5 éven keresztül hirdetett tematikus éveket, melyek keretében különféle programokkal, rendezvényekkel készítette fel a gyülekezetet az idei 2017-es jubileumra. A 2015-ös év és ehhez kapcsolódóan az evangelizációs nap fő előadása is az oktatás jegyében telt, míg a 2016-os a nemzet és a reformáció éve volt. A mostani 2017-es év a reformáció és az ünnepéve. Ehhez kapcsolódott Szemerei János püspök előadása is, aki a dunántúli evangélikusság 500 éves útjáról és jelenéről tartott prezentációt. Az előadó képes beszámoló segítségével vezette végig a hallgatóságot azon az úton, amelyet a dunántúli luteránus közösségek bejártak a reformáció óta eltelt évszázadok során. Magyarországon az evangélikusság egy diaszpóraegyház, kisebbségben van még a protestáns közösségen belül is, mégis az elmúlt évszázadokban teológiailag és kultúrhistóriai szempontból is nagy utat járt be. A reformáció 500. évfordulója kiváló lehetőséget biztosít az evangélikus felekezeteknek ahhoz, hogy jobban megmutathassa magát a külvilág felé. Volt erre példa az alsósági gyülekezetben is, ők gyümölcsfát ültettek a jubileum alkalmából. Az előadást a Szakály Dezső emlékdíjak átadása követte, melyet minden évben két olyan személynek ítél oda az egyházközség vezetősége, akik önzetlenül szolgálják a közösséget. Ezúttal Győri Elemér egyházközösségi felügyelő, valamint Somogyi Ferenc részesültek az elismerésben, melyet Kerekes Csaba lelkész adott át. A kitüntetetteket a városvezetés nevében Fehér László polgármester is köszöntötte, valamint hivatalos keretek között is átadta az önkormányzat éves adományát a felekezet számára. A gyülekezetépítő napot idén is közös éneklés színesítette, melyhez Kajzinger Ildikó és társai szolgáltatták a minőségi zenét. Az Országos Magyar Vadászkamara az idei évben Celldömölkön tartotta meg a Vas megyei vadásznapot. A kiállításokkal, bemutatókkal és egyéb hagyományőrző programokkal tarkított eseményre szeptember 2-án került sor a város központjában. Szeptember 2-án kora reggel felharsanó vadászkürt hangja jelezte Celldömölk központjában, hogy ez a nap bizony a vadászatról és a vadászokról szól.
A hétvégén ugyanis itt tartották meg éves találkozójukat a Vas megyei vadásztársaságok. A vadásznapnak már 2 évtizedes hagyománya van a megyében. Évről évre másik településen kerül megrendezésre azzal a céllal, hogy mindenki számára betekintést nyújtson a vadászat szépségeibe, rejtelmeibe. Celdömölkön már reggel 9-től szólt a vadászkürtös térzene, a Kemenesei Művelődési Központ előtti téren leterített szarvasbika fogadta a vadásznapra látogatókat. A rendezvény ünnepélyes részek köszöntőkkel vette kezdetét. Elsőként Gagy István, a megyei vadászkamara és a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnöke tartott beszédet. Mindig feltesszük a kérdést, hogy miért kellenek ezek a rendezvények, országszerte, megyeszerte a vadásznapok, és kell-e ekkor energiát fektetni különböző trófeakiállításokba, főzőversenyekbe és egyéb vadászattal kapcsolatos bemutatók létrehozására. Szent meggyőződésünk is, az országos vezetésnek is álláspontja, hogy egyre többet kell ilyet tartani országosan, megyékben, regionálisan, és akár tájegységenként is a járásokon belül, hisz ilyenkor van lehetőség arra, hogy nem csak a vadászó emberek, akik köztünk vannak, mint egy 60 ezeren az országban, hanem azok barátaink, akik nem vadásznak, de valamilyen módon érdeklődnek a vadászat iránt, beleláthassanak, megtapasztalhassák a vadászoknak a mindennapjait, láthassák a feladatokat, láthassák az eredményeket. A vadászat egy rendkívül gyakran támadott és megkérdőjelezett tevékenység, jegyezte meg az elnök. Ugyanakkor a magyar vadászat világhírű is. Ezért kért minden vadászatra jogosultat és vadásztársaságot az eddigihez hasonló színvonalú, etikus, becsületes munkavégzésre. Ezt követően házigazdaként Fehér László polgármester köszöntötte az esemény résztvevőit. De ilyen nagyszabású eseményre nagyon büszkék vagyunk, hogy 17 év után újra Celdömölk lehet a házigazdája. Celdömölk, ahogy említettem, a Kemenesei a fővárosaként, rengeteg vadásztársaság működik, hiszen maga a földrajzi fekvés, a domborzata olyan ennek a Kemenes hátnak, hogy nagyon sok erdő van, ezen keresztül nagyon sok vadász van, és hát a munkámból kifolyólag akár előtte, vagy utána is rengeteg olyan szemét ismerek, aki vadászként dolgozik, mint főállásba, vagy szabad idejébe itt dolgoznak. Engedjék meg, hogy Celdömölkről, mint egy közel 12 ezer lakosú városként büszkén köszöntjük Önöket. A rendezvényen részt vett Ák Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki ünnepélyes szónoklattal nyitotta meg a vadász találkozót. Tisztelt vadászok! A szabályozás csupán a keretet adja. Azt Önök töltik meg élettel. Bízom abban, hogy a mai vadásznap is hozzájárul ahhoz, hogy a vadász élet továbbra is az összetartó közösségről szóljon. Ebben reménykedve a 2017-es Vasmegyei Vadásznapot Celdömölkön megnyitom. A köszöntők után Pap Gyula, az Országos Magyar Vadászkamara sportvadász alelnöke tartotta meg az ünnepi beszédet. Majd ökumenikus Hubertus misével folytatódott a rendezvény Németh Zoltán katolikus plébános, Németh Tamás református és Rácz Dénes evangélikus lelkész celebrálásában. A misét egy újabb ünnepi esemény követte, hiszen az ifjú vadászok a vadásznap keretében tették le fogadalmukat arról, hogy a magyar vadászok táborának méltó tagjai kívánnak lenni, akik tisztelik a természetet és betartják a szabályokat. A fiatalok után az idősebb generációké volt a főszerep, kitüntetések és elismerések adományozásával folytatódott az ünnepség. Hamarosan aztán a Művelődési Központ galériáján és aulájában kiállított trófea, festmény és gyermekrajztárlat megnyitására is sor került. Kétségkívül ez aratta az egyik legnagyobb sikert a laikusok körében, hiszen a csak filmekben látott nagyvadak trófeáit most életnagyságban, testközelből tekinthették meg. A magángyűjtemények mellett legélesebb zsákmányaikkal a Vasi Vadásztársaságok is bemutatkoztak a kiállító terekben. Ugyanitt volt lehetőség virtuális lövészetre is, ahol akár vadászengedély nélkül is belekóstolhatott az érdeklődő a sportvadászatba. Mindeközben a Szentháromság téren már javában főttek a bográcsételek, a vadásztársaságok a városközpontot birtokba véve készítették el a vadból készült fogásokat. Minden sátor alatt egy kicsit más volt a recept, és természetesen más volt a vadhús is, hiszen a bográcsokban akadt minden, amit csak vadász elejthet. A gasztronómiai élvezetek után pihenésképp a kulturális műsoroké volt a főszerep és a színpad. A KMKK előtti téren felléptek a helyi művészeti csoportok, citerások, néptáncosok, rokisok, valamint agárbemutatót is láthatott a közönség. Szintén a délután folyamán zajlott a városközpontban a vadászkutya bemutató, az IASZ bemutató, valamint a Vas megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság bemutatója is.
Késő délután aztán az egésznapos versenyek eredményhirdetése következett. A zsűri díjazta a vadételeket és vadpörkölteket, a nevezett borokat és pálinkákat, valamint a Remete István lövész verseny helyezettjének is átadták a jutalmakat. A megyei vadásznap egy igazi csemegével zárta a találkozót, a European Operett előadásában a Hajmási Péter című operett előadást tekinthette meg a szép számú közönség. Legyen a horvát kertben a Budán, szombaton este fél nyolc után, kiszól a szintőből a zene, ragyog az édes két szép szemet. Legyen a horvát kertben a Budán, szombaton este fél nyolc után, mikor az első csillag figyul, kicsit a babába aztán simul. 2012-ben Karcag városa indította el a legszebb konyhakert programot, melyhez az idei évben Celldömölk városa is csatlakozott. A 2017-es verseny helyi eredményeit szeptember 2-án tették közzé. 5 évvel ezelőtt Karcag városa indította el a legszebb konyhakert című programot, melyhez aztán az évek alatt egyre több település csatlakozott, míg nem országos mozgalommá nőtte ki magát. A projekt ötletgazdája Kovács Szilvia programigazgató, Karcag alpolgármestere és az első magyar kertszövetkezet elnöke, aki azzal a céllal indította útjára a mozgalmat, hogy népszerűsítse az önellátó kertkultúrát, ösztönözze a lakosságot a kertgazdálkodásra, azon belül is a konyhakertek kialakítására, konyhakerti zöldségek és gyümölcsök termesztésére. Az idei évben először Celldömölk is csatlakozott a programhoz, mely 2017-ben hasznos rovarokat a kertbe mottóval futott. A verseny május 1-e és augusztus 15-e között zajlott, mely időintervallumban a szakmai zsűri dr. Hollosi István mezőgazdás szakember és növényvédő szakmérnök vezetésével kétszer tekintette meg a nevezett 9 kiskertet, megvizsgálva és különböző szempontok alapján értékelve azokat. A verseny mostanra véget ért, a projekt zárásaként szeptember 2-án ünnepélyes eredményhirdetésre került sor a város főterén. A zsűri döntése szerint kiemelt első helyezést ért el Nagy József és Nagyné Pécz Edit. Megosztott első helyezett lett Berki Tiborné, Németh Lajosné, valamint Soponyai Gyuláné és Soponyai Gyula. A helyezetteknek a díjakat Fehér László polgármester adta át, akik ajándékutalványokkal, valamint fürdő és múzeumbelépőkkel lettek gazdagabbak. Tankoljon jó minőséget, jó áron! Kedves nézőink! Rövid hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket. Adásunkat a mai nap folyamán többször megismételjük. A TVC műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek. Internetes honlapunkon a műsorrendünk mellett korábbi hírmagazinjainkat is megtekinthetik. Viszontlátásra!